Üzemcsarnok 1 milliárdból. Ipari parkot fejleszt az önkormányzat. Orosz zongora művész a Kodály központban. Leningrádi szimfónia a Pannonfi harmonikusokkal. Sportosztály indul szeptemberben. Csak nem 200 óvodás lett részt a tobozón. Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécs TV híradóját látják január 19-én csütörtökön. Tartsanak velünk! Kiválik a déli ipari parkból a pécsi önkormányzat. Erről is döntöttek csütörtöki ülésükön a képviselők. Eddig egy magánbefektető és a város közösen birtokolta a területet. Most önálló fejlesztést indít Pécs. 1 milliárdból épít üzemcsarnokot. Útépítésbe is kezd a város. Cél, hogy csökkentsék a közlekedési terheket kelet-nyugati irányban. Ezekről döntött többek között a pécsi közgyűlés csütörtökön. Útépítés indul meg, mert a kelet-nyugati közlekedési tengelyt segíti, támogatja, tehát a meglévő ugye 6 perá út, illetőleg az északi Kávária utca, illetőleg Kodály Zoltán utcai tengelyt termentesíti. Ez egy nagyon fontos döntés volt ma. Közül is elfogadta azt, hogy a e-parkban, ami egyenlőre közös tulajdonként szerepel, ott létrejönne egy tulajdon megosztás. A magánbefektetőtől az önkormányzat leválik tulajdon értelemben, és erre a területre, ami 18 hektár, 17 hektár nagyjából a területe, erre egy önálló pályázatot nyújt be közel 1 milliárd forint értékben, egy teljes infrastruktúrális fejlesztés érdekében, belértve az ipari csarnok megépítését is. Reményeink szerint erősíti az ipari parkot, és egy konkrét befektető tud már odajönni 1-2 hónapon belül. A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ valamennyi fekvőbeteg osztályán részleges látogatási tilalmat rendeltek el szerdán az influenza-szerű megbetegedések halmozott előfordulása miatt. Olvasható az intézmény honlapján. Tilalom alá esik a belgyógyászati klinika, az intenzív osztályok, a szülészeti és nőgyógyászati klinika, a gyermekgyógyászati klinika, sebészeti klinika és az onkoterápiás intézet. Kivételt képeznek a gyermekosztályok, a beteget kísérő ápolószülő, a szülőnő által meghatározott személy és az adott vezető engedélyével a súlyos állapotban lévő beteg mellett lévő hozzátartozó. Kiemelték, hogy az intézményben az orszáj, maszk és védőruha, valamint a kézfertőtlenítés kötelező. Az utóbbi napokban hullott hó és havas eső nem kímélte a Pécsi Tudásközpontot, ugyanis a déli oldala nemrégiben beázott. Ennek következtében el is ment az áram az intézmény egy részében, írja a Pécsi Újság. Ezért a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár zárva tart, mivel egy elektromos elosztó szekrény is vizes lett, írja a hírportál. Ezért pedig olvasókat, hallgatókat nem fogadhatnak. A hiba miatt egyrészt akadozott a vonalas telefon működése, másrészt az internetes szolgáltatás sem volt zavartalan. Majdnem minden, amihez villany kell, leállt a szinten, kivéve a liftet. A Pécsi Újság információi szerint a kapunyítás időpontja teljességgel bizonytalan. Andrej Gavrilov, orosz zongora művész, másodszor jár Pécsen és dolgozik együtt a pannonfilharmonikusokkal. Csütörtökön este a 20. századi orosz zene két megkerülhetetlen figurája, Rachmaninov és Sosztákovics műveit interpretálják a közönségnek a Kodály központban. Felcsendül a Leningrádi szimfónia is. Éppen a főpróbán járunk. A pannonfilharmonikusok már másodszor fogadja vendégül Andrej Gavrilov, világhírű zongoraművészt. Eddigi közös szereplésük mindannyiszor elkápráztatta a közönséget, a zongoraművész mesteri szintre emelt technikája miatt. Testvéri érzés alakult ki bennem a zenekar és a karmester iránt. Olyan, mintha hazajönnék. Mindegy hányadszor járok Pécsen, ez olyan, mint a szerelem. Vagy összejön, vagy nem. Szergej Rachmaninov műve után Dmitrij Sosztakovics Leningrádi szimfóniáját adja elő a zenekar Bogányi Tibor vezénylésével. A szimfóniát közösen választották ki. Nehéz időkben olyan zenét kell játszani, ami boldogság érzetet ad az embereknek. A Leningrádi szimfónia pedig ilyen. Ebben együtt döntöttünk a karmesterrel. Ezzel a művel szerintem a célunkat elérjük.
Gavrilov és Bogányi az elmúlt évek közös fellépései során kiváló összhangot alakított ki. Egymást inspirálva, a zenekar segítségével hatékonyabban dolgoztak fel jelentőségteljes komoly zenei alkotásokat. Erre kiváló példa a január 19-én csütörtökön este hallható hangverseny a Kodály Központ színpadán. Kedves nézők, a következő percekben a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Helyszínein zajló programokról fogunk beszélgetni, a közeljövő, következő pár hétnek a programjairól, Halász Kingával, a Zsök Nonprofit Kft.-nek a kommunikációs munkatársával. Nagy szeretettel köszöntöm, köszöntelek. A következő hetekben mi az, ami várható, lesznek nagyobb durranások, külföldi, hazai muzsikusok, zenészek, előadók, minek örülhetünk? Már most hétvégére egy nagyon kis pörgős programot tudok javasolni, ami biztosan előzi ezt a téli szürkességet. Ugye Elvis Presley, senkinek sem kell bemutatni, és talán az ő egyik legismertebb hazai tribute zenekara az Ed Phillips and the Memphis Patrol. Ők egy nagyon exkluzív showval készülnek, Magyarországon csak Szegeden és Pécsett látható ez a műsor. Január 21-én a Zsolnai negyede 78-ban fognak játszani, és azt kell tudni róluk, hogy nem csak megidézik Elvist, illetve az ő zenéit, hanem nagyon látványos színpadi showval is készülnek. És ha már a különleges zenéknél tartunk, más szempontból, de ugyancsak nagyon nagy kuriózumnak számít az a kínai show, ami a Kodály Központban lesz január 30-án. Ugyanis ez egy ilyen tradicionális, egzotikus kínai néptánc és népzene fúzió a Beijing Dance Academy előadásában. Azt hiszem, hogy aki nyitotta a más kultúrák, idegen ízek világára, annak ez biztos, hogy nagyon nagy kuriózum lesz. Tovább, az, ami még várható. A téli akcióról is tudok márciusban. Téli akció? Hogy kell ezt érteni? Így van, a téli akciónk már zajlik, és egészen március 31-ig tart. Ennek az a lényege, hogy aki a Zsolnai negyedbe érkezik, és a Rózsaszín Zsolnai kiállításra, valamint a Család és gyártörténeti kiállításra belépőjegyet vált, annak ajándékba adunk egy forró csokit, amit eredeti zsolnai csészében kortyolhat el a csokoláda csokiboltban. Ezzel is egy picit azt próbáljuk meg elérni, hogy ne csak a szívünk melegedjen át a gyönyörű kiállítások láttán, hanem ebben a hidegben a forró csokival egy kicsit testileg is felhevüljünk. Nagyon komoly római utazást is lehet nyerni. Mit kell ezért tenni? Így van, a varázsóra és a planetárium látogatói, hogyha eljönnek egy-egy előadásra, akkor kapnak egy pecsétet. Aki összegyűjt 3 pecsétet, az pedig részt vehet egy sorsoláson, ami majd a csillagászati héten márciusban lesz az eredményhirdetés. A nyertes 2 fő részére szóló 5 napos római utazást nyerhet. Ez mindig hatalmas siker szokott lenni, és ugye az a lényege, hogy érdemes eljönni akár enélkül is, hiszen a planetáriumban közel 10 féle előadás zajlik folyamatosan, most is egészen az 5 éves korosztálynak szólóktól, egészen az idősekig mindenki megtalálja a neki tetszőt. Január 31-én érkezik a Shanti Clear férfi ének együttes, ugye ők világhírűek. Mit kell róluk tudni? Amerikából érkezik hozzánk ez a fantasztikus énekkar. Ők 12-en vannak, 12 férfi hang, a szoprántól egészen a basszusig terjed a skála. A nevük eredete az a Canterbury mességre vezethető vissza. Ott volt Shanti Clear nevű kakas, aki nagyon tisztán énekelt. És hát ez jellemzi az ő ének stílusukat is, rettentően pontos, precíz, tiszta hangok, és tudni kell róluk, hogy 2-szeres Grammy díjasok, nagyon régen, 1981-ben alakultak meg, és azóta több mint 1 millió albumot adtak el világszerte. Ők tematikában pedig a szerelmet fogják megcélozni, mindezt nagyon változatos stílusban teszik, hiszen 500 év zenei anyagát ölelik fel. Az én bibliai énekek énekétől elkezdve a francia, a spanyol madrigálokon át, mai amerikai zeneszerzők művéig, orosz zeneszerzők művei is elhangzanak, sőt egészen Edith Piafig, Freddie Mercuryig, tehát rettentően változatos lesz. Ami garantált, az a tiszta, nagyon egyedülálló hangzás, ami a Kodály Központnál nem is szólalhatna meg jobb helyszínen. Hamarosan itt van ez a 31-dik, el lehet még jegyet kapni rá? Még lehet, de azért mindenkinek azt ajánlom, hogy siessen. Köszönöm szépen a beszámolót. Köszönöm én is.
Hónapokon belül megegyezésre számít a háziorvosok hatáskörének bővítéséről az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a Kossuth Rádióban arra hívta fel a figyelmet, hogy már egy éve tartanak az egyeztetések. Hangsúlyozta, a lakosság egészségét azt szolgálja majd a legjobban, ha minél több szűrést, vizsgálatot végezhetnek el a háziorvosok, a kórházak szakrendelők helyett. Mint mondta, a háziorvosi finanszírozás az utóbbi években mintegy másfélszeresére nőtt, így többen vettek részt a praxis és letelepedési pályázatokon. A 2015-ös mintegy 70 után körülbelül 100-an. Az államtitkár kijelentette, nincsen üres praxis, mindenhol el vannak látva a betegek. Csaknem 200 kertvárosi óvodás vett részt a Rádgéber Akadémia és a Széchenyi Sportiskolájának közös toborzóján. A gyerekek játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a kosárlabda alapjaival. A tervek szerint a város összes óvodájának tartanak toborzót. Óvodások népesítették be a Lauber Dezső sportcsarnokot, második toborzóját tartotta a Rádgéber Akadémia. A cél egy kosaras vagy sportosztály indítása a sportiskolában a Radnóti utcában. Ezúttal a kertvárosi óvodások érkeztek a sportág választóra. Kertváros óvodából jöttünk, és nekünk nagyon-nagyon fontos a mozgás. Tehát a programunkban is ez van, és nagyon fontosnak is tekintjük. Napi szinten üzzük is, nem véletlenül épült hozzánk az Enyesz 2-be, ugye a sportpálya is. Mindenféle sportot támogatunk, hiszen ebben a korban nem tudja még a gyermek, hogy mit szeretne, és lehetőséget biztosítva, kihasználva támogatjuk mi is a kosárlabdát, és nyilvánvalóan azért jöttünk ide. Ahogy arról már beszámoltunk, a Rádgéber Akadémia és a sportiskola együttműködésének köszönhetően valósulhat meg a sport vagy kosaras osztály. A felmenőrendszerű képzés tanterve már elkészült. A cél, hogy sportot szerető egészséges gyerekek kerüljenek ki majd az iskolából. A tanmenet elkészült, ezt mi folyamatosan fésüljük át, és ha összejön az osztály, nagyon bízunk benne, akkor abszolút szakképzett, erre a korosztálya kiképzett kollégák fognak dolgozni a gyerekekkel. A kosaras osztályt a város összes óvodájában meghirdetik, és városrészenként minden intézménynek rendeznek toborzót, hogy a gyerekek belekóstolhassanak az edzésmunkába, és játékos feladatokon keresztül ismerkedjenek meg a kosárlabdával és a többi sportággal is. Kitart, sőt gyarapszik a hóréteg. Nagyon jó állapotú a sípálya. Szombat óta lehet síelni, legalább 30-35 cm-nyi hó borítja a hegyoldalt, és a héten ez a mennyiség jó eséllyel meg is marad. A Misina tetőn két sípálya, egy drótköteles felvonó és síház áll a síelők és snowboardosok rendelkezésére. Hétköznapokon is várják a síelőket, illetve a kirándulókat a PVSK síszakosztály munkatársai. Tavaly 400 többnyire baranyai síelő használta a pécsi pályát. Hétvégeken 50-en, 60-an, hétköznapokon pedig mintegy 10-en. A pécsi Magyarország legrégebben működő sífelvonóját 1963-ban helyezték üzembe. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Üzemcsarnok 1 milliárdból. Ipari parkot fejleszt az önkormányzat. Orosz zongora művész a Kodály központban. Leningrádi szimfónia a Pannonfi harmonikusokkal. Sportosztály indul szeptemberben. Csaknem 200 óvodás vett részt a toborzó. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!